Üdv hölgyek, urak, ez itt a Gaming Dubbing, és újra gwentezni fogunk, méghozzá ezúttal az utolsó frakcióval, a Skellige-ekkel fogunk játszani, ami számomra egy sokkal nagyobb kihívás volt, mint a többivel játszani, a többi frakcióval, de nem sokára akkor megnézzük a pakvit, elmondom, hogy én mit gondolok róla, aztán kihívunk más játékosokat. Nos, tehát akkor itt lenne maga a Skellige pakli összeállítása, és én sok próbálgatás után úgy vettem észre, hogy ez a kombináció az, ami a pakli, nem pakli, hanem kártya eldobaltós módszer esetében működik. Mert azt vettem észre, hogy jó kombinációt lehet összeállítani ennél a fajnál azzal, hogy eldobatom a kártyáimat, és közben mégse dobom el, mert például van olyan kártyám, ami feléled, hogyha eldobom, úgyhogy ez egy hatalmas előny, mert több lapot játszhatok ki igazából, mint amennyit normál esetben felhúznék. És ez tökre tetszett nekem ez a megoldás, viszont rájöttem, hogy azért ez mégsem olyan egyszerű így, és hogy nagyon össze kéne jönnie mindennek ahhoz, hogy működjön, és ráadásul a tetejében még nem is igazán tudom megerősíteni a paklimat. Szóval ebben az összeállításban ez a faj nem lesz erős. Ezért mindenképp arra kell játszanom, hogy az első kört megnyerem, és az utolsó kört, mert a második körben bármennyire túllőheti magát az ellenfél, az sem, amit akar, hogyha ügyes mondjuk, akkor passzol igazából, mikor már nagyon-nagyon sok pontja van, és behozhatatlan az előnye, de valljuk be, hogy ha az első sikerült megnyernem, akkor nehezen passzolja az ellenfél a második kört, mert hogyha van valami titkos trükk a tarsolyomban, akkor igazából veszített, hogyha azt hiszi, hogy van elég pontja, de közben kiderül, hogy valamivel rá tudtam kontrázni azután, hogy passzolt, és már nem tehet semmit ellene. Szóval a lényeg az, hogy az elsőt és az utolsó kört kell megnyernem ezzel a paklival, mert úgy állítottam össze végül, hogy ezt az emberkét, ezt a skirmishert tudom erősíteni a visszahozásokkal, és ezekkel a kovácsokkal, akik a base strength-ét növelik ennek az egységnek, vagyis hogyha bekerül a graveyardba, akkor visszajön, és ugyanúgy erősebb marad. Szóval ezt az embert felerősítem, és háromszor újjáélesztem a meccs alatt, minden egyes újjáélesztésnél 4 pontot kap a base strength-re, és más erősítést igazából nem is kap, maximum egy ilyen kürtöt, vagy micsoda lehet, egy ilyen commander's horn-t a végén. És ebből így lehet az első kör után az első élesztés után egy 9-es, aztán egy 13-as, aztán pedig egy 17-es szintű lény, de ne feledjük el, hogy minden körben a Skellige pakli emberei kapnak egy base strength-et. Az azt jelenti, hogy az első kör után az összes emberem, akár a graveyardban van, akár a pakliban, akár a kezemben, kap egy erőt. Például itt van a Queen's Guard, ebből az első körben 3-os erejű lények keletkeznek, jönnek le, a második körben játszom le, akkor 4-es, a harmadik körben meg 5-ös. Úgyhogy ez tök király, mert és a Queen's Guard ráadásul egy olyan lap, ami magát éleszti fel. Szóval, hogyha lejátszok egyet, akkor, hogyha a másik kettő a graveyardban van, akkor azok visszajönnek a pályára. Szóval megcsináltam azt, hogy ha 3 Queen's Guardon van, akkor lejátszok egyet az első körben, egyet a második körben, de akkor lejön a társa, egyet a harmadik körben, és lejön mind a 3. És ugyanúgy 3 utas szintű lényen van. Szóval ez a taktika is arra épít igazából, hogy az utolsó körben egy lappal nagy erőt vigyek ki. Szerintem ez is egy olyan dolog, amivel azt segíthetjük elő, hogy az utolsó körben győzelemeskedjünk. Szóval arra építünk rá az utolsó körre, de az elsőt valahogy meg kell nyerni, ami azért nem egyszerű. Szóval ez nem egy jó taktika, én nem igazán láttam, hogy nagyon sokszor kigaptam vele egyébként. Szóval szörnyes paklikkal mindennel egyszerűen meg tudtak verni, és hogyha összejön egy rossz kombó, például, hogyha egy griffel elveszik ezt az emberemet, akkor is kész, akkor is, hogyha már megerősítettem, és kiveszik a graveyardból, mert van egy griff, ami elveheti tőlem, akkor kész, akkor ennyi, akkor buktam az egész taktikát, szóval nem éreztem rá a Skellige paklira kellőképpen, de vettem hozzá aranylapokat. Szóval itt van ez az ember, aki felhúzott velem két lapot, és eldobok két lapot. És hogyha ez a kettő a kezemben van, akkor ezek nem eldobódnak, hanem visszajönnek a graveyardból. Úgyhogy teljesen király, mert akkor két lapot kijátszottam egy csapásra, és emellett pótoltam is rögtön őket. Plusz ez az emberem is lent van. Szóval ez egy nagyon erős hitás, de amúgy ezeken kívül igazából nincs benne túl sok kombináció. A főlapot is kicseréltem, ezt is külön megvettem, ez azt tudja, hogy dobjál két lapot a kezedből, és húzz egyet a pakliból, de te választod ki. Ami nagyon király, akkor, hogyha tudod, hogy mi kell ahhoz, hogy győzelemeskedjél. Hogyha ez a két lap kimegy, ugye megint visszajönnek, felélesztődnek, vagy a Queen's Guardokat dobatom el, és a harmadik körben visszahozom úgyis az összeset, akkor igazából ez egy működő dolog lehet. Csak az a baj, hogy kettő megy ki a kezemből, és egyet húzok.
Szóval laphátrányba kerülök, ami iszonyat nagy szívás. Ezre már így rájöttem a gyakorlatok során, de ennyiből áll le jelenleg a Skellige paklim, és mindig tanulok valamit, hogy melye lapok azok, amik igazából nem hasznosak számomra, és mindenképp 25-ön tartom ezt a paklit, úgyhogy többet nem is érdemes belerakni, szerintem nagyon sok pakliban nem érdemes többet belerakni, bár ebbe az eldobogatósba talán érdemes lenne egy kicsivel többet, de ami nekem igazából nagyon kéne, hogy ez a pakli teljes legyen és jól összeálljon, az ez. A kalóz ember, akiknek van egy vezérük is, és a vezér azt tudja, hogy 3 erőt kap minden egyes alkalommal, hogyha eldobtam egy lapot a kezemből. Szóval ez a sima klán Dimun Pirate, ez immunis a ködre, ami egyébként a király, és hogyha ezt kijátszom, akkor az összes ugyanilyen lap eldobódik a paklimból. A kukába, kész, nincs tovább. Ami tök jó, mert hogyha lent van a vezér, akkor kapja az erőt. Kapja az erőt ettől a laptól, kapja az erőt ettől a laptól, kapja az erőt ettől a laptól is. Úgyhogy ezeket jól össze lehet hozni, és persze a fő kártyámtól is kapja az erőt. Szóval nagyon fel tudnám erősíteni azt az egy lapot, ha szeretném. Ez egy jó dolog lenne, igen. Na, most egy dolgot fogok tenni egyébként. Az a baj, hogy nincsen meg a vezér, és nem akarok craftolni egyet. Úgyhogy most így fogunk működni most ezúttal. Egy dolgot szeretnék, lehet, hogy ezt a fagyasztás és költ kombinációt kidobom a kezemből, de nem biztos. Mert néha nagyon hasznos, az tény. Úgyhogy gondolkodom rajta, hogy esetleg egy ilyen farkas betegyek a helyére. Mert ha már van egy erős lényem, akkor végül is nem lenne rossz alkalmazni. De egyelőre nem. Bízom abban, hogy ez a fagyasztásos dolog, ez egyébként tök jó, ezt nyertem a múltkor, amikor kártyákat bontottam, egyszerre csinál fagyót és ködöt, úgyhogy tök menő. Bízom abban, hogy ennek talán hasznát veszem egyszer majd. Egyébként nagyon jó lenne kombinálni mondjuk egy ilyennel, mert akkor letiporhatnám az ellenfél lényeit együtt két lap kijátszásával, úgyhogy ezt... Ja nem, mondjuk ez ugyanaz, mert ez az összes gyenge. Ja nem, az a baj, az enyémet is megsemmisíti. Jó, akkor ez lesz így. Bár csak nem, jobb ötletem van. Ezzel kombinálom, mert ez 2 erőt vesz le az ellenfél csapatából. Úgyhogy meg tudom semmisíteni az egész első és második sorát. Igen, ezzel a kombóval ezt megtehetem, igen. Hát meglátjuk. Ezek ilyen mellékes lapok, amiket alapvetően nem fog kiválasztani, de most már elég ideje ecsetelgettem, hogy miből áll a pakli, úgyhogy menjünk szépen át akkor. Egyébként ezt is most húztam, de látni fogjátok a gyakorlatban, hogy mit tudnak. Ezek nem elemei a paklinak. Menjünk vissza a játékba, és most, hogy így elpofáztam az időt 10 percen át, indítsunk el egy meccset, és meglátjuk, hogy tudunk-e nyerni vagy se, hogy miket érünk el vele. Egyébként nagyon függ attól, hogy milyen az ellenfelünk. Mert tényleg vannak paklik, amik nagyon meg tudnak szopatni, bocsánat a kifejezésre, vannak paklik, amik nagyon erősek ellene, mert látszik, hogy a játékos az jó, ügyes, nagyon, nagyon szép húzásai vannak, és ez tényleg függ attól, hogy ki ellen sorsol be minket a játék. Mert néha megkapom így 23-as szinten is a kezdőket magam, mert látszik, hogy nem tudja, hogy mire jó alapja. Na, de akkor egy Northern Rims ellen megyünk. És az én paklim hol van, király? Na, és akkor nézzük a pontogatást, na. Ó, hát semmi nem jött le, ami nekem kéne. Szóval ezek a sallanglapok. Na, a Queen's Guard egyedül semmit nem ér a világon, de az biztos, hogy a Clear Skies nem fogjuk használni Northern Rims ellen. Na, a Queen's Guard az jó, legalább van már 2. Jó, a Dimitrium bombát nagyon fogom használni, mert nagyon megerősíti magát az ellenfél, képes rá ezzel a paklival. Na, viszont nekem amire szükségem van, hogy jó legyek, az minimum egy eldobható kártya lesz, úgyhogy kicseréljük Holger Blackhandet. Ez az eldobó kártya, na ez is nagyon király. Viszont szükségem van az eldobható kártyákra, és mindjárt lejár az időm, úgyhogy nem tudom mit cseréljek ki, nincs meg az a kártya se. Aha, ezt fogom kicserélni. Jó, ennyi. Nem, ez még nem is jött ki jó. Nincs meg az a kártya se, akire építeném a paklimat, ugye a gyerek, akit folyamatosan szeretnék erősíteni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rossz leosztás, és kérdés, hogy mit tudunk vele elérni. Tudok csinálni egy cserét, szóval kiválasztok 2 lapot, amit nem akarok megtartani, az végül is működne. De Geráltól jelzem egyébként, hogy én meg szeretném nyelni az első kört. Hogyha egy ilyen nagyon erős lapot hozok le, ami csak
erőt képvisel, akkor szerintem ez egy egyértelmű jel arra, hogy meg akarom nyerni az első kört. Például ő lehozhatna egy tehenet arra, az egy jelzés lenne számomra, hogy ő ezt így elfogadja. Sőt, nagyon király. Nagyon-nagyon király. Feladta rögtön, mert lehoztam a Geráltot. Ez most tökre összejött. Jó, pont ezt szerettem volna elérni. Nekem a harmadik körre épül mindenem. A második körben, mivel ezzel a paklival nem építhetek nagy erőt, a második körben tényleg csak azt várhatom ki, hogy nagyon-nagyon felerősíti magát. És remélhetőleg nem fog passzolni, úgyhogy nekem nagyon sok lapot ki kell játszanom ahhoz, hogy utolérjem. De itt van a dimeritium bombám, amivel végül is megsemmisíthettem a gyereket. Na, akkor... Jó, szerintem a Queensguardokat kijátszhatnám, de egyet el is dobhatok a Queensguardok közül, azt ne feledjük el, hogyha eldobatom a lapjaimat. Mert úgyis egy Queensguardot az utolsó körben meg kell tartanom, hogy visszajöjjön. Úgyhogy szerintem kezdjük a lapdobatással, és dobjunk el két haszontalan lapot magunktól. Jó, és hát ha felhúzok egy pontosan ez kellett, jó. Ó, ez is jó, nagyon király, jó. Akkor el fogom dobni ezt a gyereket, mindenképp, és az egyik Queensguardot. Igen, mert azt úgy is visszahozom majd. Jó, és ahelyett, hogy ez eldobudott volna, ez kijött a csatatérre. Ez az előnye ennek a húzogatós paklinak, ez az a kombó, amire rágyúrtam, amire úgy döntöttem, hogy használnám. Egyébként nagyon erős kombinációk vannak a Mortal Realms-nél is, szóval olyan gyógyításokat lehet végrehajtani, hogy az nem igaz, szóval élesztéseket, szóval láttam őt, hogy két lapja van ott az ellenfélnek a végére, és azon kaptam magam, hogy 6 lap van nála, mert felélesztik egymást. Na jó, van, akkor ezt a gyereket mindenképp lehozom, ez a következő körben kelleni fog, ezt vissza akarom gyógyítani. Vagy feléleszteni. Oké, ez eddig nem tűnik erősnek, de biztos, hogy valami nagyon nagy dologra készül. Erősítem az emberemet. Mert ez az erősítés mindenképp megmarad a következő körre, a harmadik körre építünk még mindig. Azt mondja, hogy nekem van 3, 4, 5, 6, 8 lapom, neki pedig 9 elvileg. Igen, és én jövök, úgyhogy elég nagy hátrányba kerültem vele, az a baj. Egy Queensguardot még mindig kihozhatok, és akkor melléred a társa. A harmadik Queensguardra fejlesztetem az egész Queensguard bandát, de az a legjobb ebben az egészben, hogy igazából mivel van élesztésem, ezért megtehetném azt, hogy az összes Queensguardomat lehozom. Csináljuk ezt. Nagyon fontos az is, hogy nagy pontot gyűjtsek össze ebben a körben, lehetőleg nagyot, ezért a kürtöt valószínűleg most fogom elhasználni, mert azzal rákényszerítem az ellenfelemet arra, hogy kijátssza a lapjait, mert neki most már muszáj kijátszani a lapjait, mert meg kell nyerni ezt a kört. Nagyon durva lenne, hogyha a River Huntereket nagyon megerősíteni és aranylapot csinálna belőlük. Akkor az tényleg egy nagyon erős kombó lenne. Jó lenne őket megsemmisíteni, de erre nincs lehetőségem. Le kell hoznom az másik Queensguardot is. Nincs sok lehetőségem arra, hogy erősítsem magam sajnos. Persze elgondolkodhatnánk azon, hogy mi az, ami nagyon-nagyon jól jönne nekem most ebben a helyzetben. De az a baj, hogy... Mert ha elhasználom a fai képességemet, hogy eldobok két kártyát és felhúzok egyet. Akkor igen, akkor... Nagyon erősek. Ja, és ez még csak fokozódik. Az önmagában nem zavar, hogyha erősíti ezeket a lapokat, az már igen, hogyha arannyá változtatja őket. Úgyhogy meg kell várnom, míg leperegnek a skilljeik. Jó, de mindegy, én erősítem az első sort. Illetve nem. A francba. Most az a problémám, hogy el szeretném játszani a dimeritium bombát. Ebben az állásban. De hogyha erősítenek kezdem az első sort, még ezelőtt, akkor a dimeritium bomba rezetelni fogja ezt a dolgot. Jó, akkor viszont időhúzásképpen ezt ráteszem az ellenfél csapatára. Jó, egy kicsit gyengül. Jó. Nem igazán számít az, hogy ezt elhasználtam, mert a dimeritium bombától igazából vissza fog állni ez a helyzet. Aha.
Hát most lehet, hogy megbántam egyébként, mert lehet, hogy most kéne elhasználnom ezt a bombát. Ott van a 16-os emberre. De megvárom, míg elhasznál egy kürtöt. Ugye, ja, tök jó lenne, hogy elhasználnál egy kürtöt. Egyelőre a base strength-em erősebb nála. Jó, hát nem tudok más csinálni, az élesztésekre szükségem van az utolsó körben. Mindenképpen. Úgyhogy... egyszerűen azt teszem, hogy kijátszom a papagájt. Ez azt tudja, hogy lehoz egy hetes szintű lényt magát az asztalra. És a papagája a kettőt erősítek az összes emberemmel. Na most, ha erre a csapatra ráküldök egy kürtöt, Commander's Horn-t, akkor végül is ez már egy kicsit erős lesz. De a 36-ot erősíteni még nem nagy szám abszolút. Jó, én várom, hogy erősítse magát, csak tök jó lenne, hogyha nem lenne aranylapja. Nem, rájöttem mi van. Igen, el kell használnom a dimeritium bombát most. Nagyon-nagyon meggyengíteném az embereit. És hogyha utána kürtözök, akkor sokkal nagyobb előnyre teszek szert, mint hogyha fordítva csinálnám. Remélem, hogy van nála valami kürt, vagy valami, amivel erősíti magát, de most tényleg arra van szükségem, hogy nagy előre tegyek szert. Úgyhogy, ja. Ez így most egy 10 pont előny nekem eddig. De egyébként... lehet, hogy elsiklok valami felett, simán meg lehet, nem tudom, mert csomószor később jövök rá arra, hogy mit kellett volna csinálni. Aha, a következő körre épít, helyes, de az a baj, hogy én is. Jó, van, akkor jött a kürt. Oké, neki 4 lapja van, plusz a fai képesség, amivel másol egy embert, hogy behozza ezt a 36 pontos lemaradást. Aha, potionből sok van neki. Az mondjuk nem is baj, mert ha ezeket a potionokat rányomja egy emberére, akkor nem csak arról van szó, hogy ez az ember megmarad a következő körben, ami már most 12 erős, hanem lemásolhatja ezt az emberét, és akkor ezzel a ököllel együtt fog lemásolni, vagyis 2 darab 12-es embert hozhat át a következő körbe. Elég erős kombináció. Őszinte leszek. Én jövök. Feláldozhatnám a 2 gyógyító emberemet azért, hogy lehozzak egy szkorcsot és elpusztítsam a 12-es embereit, de akkor a szerencsém múlna az, hogy miből állna a következő kör. Megpróbálom, tudom, hogy be vagyok biztosítva a következő körre, de... várjunk csak. Legyen, megkockáztatom azt, hogy nem csinálom ezt, jó? A szkorcsot végül is lehozhatom később is, amikor már tudom, hogy milyen... lap került a kezembe a következő kör elején, és akkor is megsemmisíthetem azt a dupla embert, amit most meg is csinál. Igen. Az egyik erősebb lett a másik, na egyszerűen nem lehetne őket megsemmisíteni. Még jó, hogy nem csináltam ezt, mert nem szereztem volna túl nagy előnyt. Ez akkor lett volna poén. Ezek a gyógyítások, ezek a jók. És ezzel a lappal, ez az ezüst lappal felhozhat vissza a graveyardból egy olyan emberét is, aki szintén gyógyít. Amit meg is csinált. És most ez, hogy lejött, felhozhat még egy lapot, elvileg. Ja, de valószínűleg azért nem, mert nem volt a graveyardban embere. Jó van. De megtette volna. Na, most változtatta aranyjá őket. Miért a dimeritium bombát elhasználtam? De egyébként még mindig jól állok, mert 71 ponton van, neki meg csak 70. Igen, na jó, oké, ez összejött. Hát kijátszotta az összes lapját, viszont elintézte, hogy nagyon erős lapok maradjanak nála a következő körben. Szóval akármit húz, például egy Commander Sword felhúz, mondjuk az neki szívás lenne, mert ezek aranylapok nem tudja őket erősíteni. Jó, ezekkel nem igazán tud mit csinálni. De hogy egy sima unitot felhúz, az is jó. Na jó van, akkor nézzük. Ez... Aha, ez... Jó, a bronz unitra érvényes, ezek meg aranyegységek. Jó, hát akkor nézzük meg, nem tudom, lehozom az embereimet, akkor az... nem biztos, hogy elég lesz, most nem számoltam ki. Azért ez egy nagyon erős kombó volt a harmadik körben, amit összerakott.
Hát még mindig megcsináltam, hogy kihozok egy lapot, de nincs olyan lapom, ami jobbá tenni ezt a helyzetet igazából. Geráltom van, de az nem segítség. Jó, hát akkor hozzuk le. Jó van, ez most egy egész erős ember lett, és igazából meg is nyertem, szóval ezt még lehozhatnám, és ennyi. Ja, kár volt túl gondolnom. Lehet, hogy egyszerűbb lett, hogy kiszámolom. És nem is akarta húzni az időt, feladta. Remek, remekül alakult, király. Jó, bár én úgy vagyok vele, hogy egyébként szeretem hagyni az ellenfélnek, hogy lejátsza a végét, mert az biztos, hogy benne, hogy az a jó érzéssel tölti előtt, és hogyha kijátszhatja a kombóit, és igazából én sem vagyok rest ezt megcsinálni, szóval, hogyha látom, hogy nem adja fel, akkor én kijátszom a lapjaimat, és megmutatom, hogy én hogy képzeltem volna el teljes egészében az utolsó kört, hogy nekem mi volt még. És szerintem ez nem egy ilyen menőzés, hogy akkor hú, mennyire lealáznak a porik, hanem ez csak egy ilyen kis apróság, egy kedvesség a másikkal szemben, hogy hagyjuk, hogy befejezze szépen a játékot, én ezt szoktam használni, én így ezt vallom. Na de akkor menjünk egy következő kört. Nyilván nem neheztelek rá, hogy feladja, mert neki mondjuk tudom is én. Fontosabb az, hogy minél menjen egy következő kört. És persze a good game-et azt mindig adom az ellenfélnek, az elég kötelező jellegű, mert hát miért ne adnám? Hát hogyha már veszített, akkor legalább kapjon egy kis pontot, mert hát én is igazából nagyon örülök neki, mikor kapom azt a kis 5 kraftoló anyagot, annak én nagyon örülök, mert tényleg most 10-15 percen ment a levesbe, hogyha nem kapom meg. És van, hogy nem kapom egyébként, és tökre szomorú vagyok miatta, mert az is számít nagyon sokat. Mert néha egy győzelemért kapok 15 ilyen kraftoló anyagot, máskor meg a veszteségért 5-öt, tehát na már, na, hát az... Egyébként, hogy jól működjen az a rendszer, úgy kéne beállítanunk, hogy napi 10-et adhatsz ilyen good game-et. És akkor megválogatná az ember, kinek adja. Na, ezt az embert fogjuk cserélni, mert ebből biztos nem kell 2. Azért van 2 a paklimban, mert hogy jobb esélye kijön az elején. A francban nem figyeltem jól, de azt hiszem erre nem lesz szükségem a Steel Sky-ra. Geralt az jó, hú de sok aranylapom van. Na jó van akkor, amit szeretnék, az még egy élesztés minimum. Oké, nem. Francba. De nem baj, mert nyithatok egy nagyon erős kombóval. Igen, igen. De legyen csak Geralt ez az erős kombó egyelőre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ó, ez is lapot csinált Geraltból, hát nem tudom. De jó, van, lehet, hogy akkor játszani akar. Na jó, akkor jöjjön el a legerősebb kombó, amit összerakhatok ebből a pakliból. 2 lap húzás és 2 lap kijátszása egyszerre. Yeah! Na, ez egy nagy előnyt szereztünk fölötte, az biztos. Ilyen esetben a legerősebbet bántani annyira nem előnyös, hogyha van scorch, akkor lepusztíthatja. Úgyhogy jobb, hogyha az ellenfélnek mindig van egy erősebb lapja nálunk, hogy ne tudja ő se használni a scorchot. Úgyhogy a legerősebbet én nem szoktam bántani. Na jó, akkor jöjjünk le a skirmisherrel, és meg fogjuk erősíteni egy ilyen kovács gyerekkel, Shield Smith-szel, azért, hogy visszahozhassuk a következő körben. Most már érte azt, hogyha lejönne egy lovassági egységgel ide, akkor ő is 8-as erejű lenne, és hogyha használnám a scorch-t, akkor mindketten meghalnának, Geralttal is, meg ő is. Amúgy meg csak Geralt halna meg, úgyhogy ja, nem király. Jó, akkor jöhet a Smith. És akkor ezt a gyereket megerősítjük, jó. Mindenképp szükségem van még egy élesztésre ebben a játékban. Ezek nagyon gyenge lapok, amiket lehoz, én ettől nem tudom, hogy milyen kombinációt vár. Lehet, hogy csak kijátsza a rossz lapjait? Hát amit én el szerettem volna, én azt elértem végül is. De az első kört meg kell nyernem, legalább annyira fontos nekem, hogy megnyerjem az első kört, mint neki azt, hogy megnyerje a második kört, hogyha elvesztette az elsőt. Nem adhatom át neki az esélyt, hogy megnyerje az első kört, semmiképpen. Queensguard-dal jövünk, mert így önmagában semmit nem ér. Ha húzok mellé még egyet, akkor nagyon örülni fogok neki, hogy vissza tudom hozni ez egyik körben, de egyelőre nem. Hát ez remek, ez egy mindenesetre jó kis aranylapjaim, ez is tök lettek, de nem tudom, hogy környezeti lapjai vannak? Jó van, Regis-t a második körben használnám ki leginkább, legszívesebben. Egyébként megint lap hátrányom van, ugye, mert elhasználta a fai lapját, úgyhogy 2 lap hátrányom van. Én nem fogom tudni elhasználni megint a fai lapomat sajnos. Mert egyszerűen nem éri meg, akkora lap hátrányba kerülne emiatt.
Jó, van, játsszuk le ezt a gyereket, és erősítsük meg az első sort. Na, szereztük egy rakás előnyt, de még mindig fontos, hogy nyerjek. Passzolj. Passzold el. Egyébként tényleg iszonyat lap hátrányban vagyok, nagyon nem király. Nem akarja feladni, meg akarja nyerni az első kört, de hát van még mindig egy nagyon nagy előnyöm. Ha ezt folytatom, akkor nem maradnak lapjaim, hogy játsszak. A dimeritium bombát nem tudom már felhasználni valószínűleg értelmesen, értékesen. De várjunk, csak most felhasználhatom, hiszen ezek az emberek visszaerősödnének, és Gerált is visszaerősödne. Jó van, várjunk, csak ezek viszont legyengülnének. Valamennyit buknék. Gondolkodjunk. Oké, Régiszt játszom le, mert hogyha felmerül az esély, hogy nem nyerem meg az első kört, akkor a második körre lesz emberem. Ennyi. Most már ezután feladom a meccset. Több lapot nem játszok le szerintem. Oké, meggondoltam magam, mégis lejátszok több lapot. Mert 10 pont választál minket, amit simán be fog hozni. Akkor jött a bomba. Visszaállítjuk az embereimnek az állapotát. Így előre teszek szert. Gerált pedig veszített az erejéből. Vissza fogja kapni Sirit, hogyha elveszíti ezt a kört, ami nagyon nagy előny neki. Viszont hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy ezt a kört elveszítem. Mert a következő körre lesz egy Régiszem. És hogyha veszitek, az nekem plusz jó, mert ő bukni fogja Sirit. Úgyhogy remélem igazából, hogy most megnyeri. És igen, ez történt, jó. Olyan lapjai voltak, ami nekem ebben az esetben már nem éri meg tartani az első kör győzelmét. Viszont azt jelenti, hogy valahogy nyernem kell a következő két körben. Jelenleg nincsenek meg erre a lapjaim. Kérdés, hogy mit húzok. Oké, az oké, hogy Regis majd feljön egy 8-as erősségű lény formájában, ami nagyon király. A kürt is jó, a fagy viszont semmire nem jó. Viszont el tudom dobni majd. Oké, elmondom, mit csinálok. A fenébe. Meg is nyertem milyen könnyen. Jó, hát ez jó dolog. Nyilván hagyta, hogy elbukjam ezt a 8-as erősségű lényt, ami előnyt adott nekem a második körben. Szóval mindenképp ezen dőlik el, hogy most mi lesz a végkimenet. És az a baj, hogy nem tudtam nagyon felerősíteni ezt az emberemet, szóval az én paklim arra épül, hogy egy-két lap marad a végére, nem pedig több. Mert nem tudok akkor erősítést végrehajtani. Úgyhogy itt a fagyra nagy szükség lesz, ezért valószínűleg olyan embert fogok visszahozni majd, aki egy ilyen, például egy ilyen Smith, aki kimarad a fagynak a sugarából. Jó, viszont nem tudom, hogy mit csináljak most tényleg a francba. A lapcsait nem akarom még rajta, már nem lenne időm rá. Ezt sem akarom. Jó, hát akkor jön az élesztés, nem tudok más mondani. És akkor ezt fogom hozni. Mert annak ellenére, hogy volt egy emberem rá, aki erős lett volna, hogyha fejlesztem, a fagyot szeretném előni az utolsó lépésként. És semmire nem mennék vele. Elhasználta a környezeti lapját, nagyon király! Nem tudja megakadályozni, hogy lefogyasztam a pályát. Jó. Ezt el akarom majd dobni. Ezt a gyereket nem játszom ki, mert magamat sebezném vele, hogyha kijátszanám. Úgyhogy lehet, hogy ezt is... Lehet, hogy ezt fogom el... Ja persze, hát ezt a kettőt kell eldobnom. Oké. Ezt a két gyereket fogom eldobni. Az azt jelenti, hogy az egyiket kijátszom, a másikat viszont ténylegesen eldobom. És akkor nézzük, hogy mi az, ami...
csábító, hogy húzhatnék egy lapot, és eldobhatok egy lapot, amit nem akarok, de nem dobhatom el azokat a lapokat. Erre az emberre lesz szükségem. Igen, felerősítem nagyon az ostromp sort. Ez a taktika. Most ebben van minden reményem. Oké, nem nagyon vészes a helyzet. Viszont további taktikázásra kényszerít engem a dolog, mert hogyha kijátszom ezt a gyereket, már pedig muszáj kijátszanom, el kell döntenem, hogy kire adjam az erősítést. Hogyha erre az első emberre adom, akkor bukom a pontokat. Akkor bukom a pontokat, hogyha lefogyasztom ezt az embert. Viszont hogyha az egyik hátsó emberre adom az erősítést, akkor viszont, hogyha van a kezében egy scorch véletlenül, akkor megölhet. Megölheti azt az embert, akire építem a stratégiámat, úgyhogy én azt mondom, hogy megkockáztatom, hogy van a kezében egy scorch. Ja nem, nem, persze elhasználta az első körben Geráltra, emlékszem. Oké. Okay. Hú. Jó, 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 persze, jó odafigyelni. Ó, és neki is erős az ostrom sora. Most jön az, hogy trombitálunk egyet az ostrom sorra. És két lapja van, hogy behozzon egy... Viszont... ez az, nem is kellett elhasználnom a végső kombomat, a fagyást. Már megnyertem, király volt. Jó. Különöki egy jó játék volt ott. Eddig végül is szerencsém volt, és jól működtek a dolgok, úgyhogy tetszett ez a helyzet. Nem voltak olyan nagyon-nagyon erősek az ellenfelek. Ez még mindig nem az a pakli, amikor látod, hogy nagyon jól össze van állítva, és nagyon sok egymáshoz passzoló aranylap van benne. De akkor jöjjön még egy meccs. Ugyanez a stratégia végig, szóval ugyanezt a Skellige paklit használjuk ugyanezzel a módszerekkel. Az ellenféltől függ, hogy mennyire változik a játék jelenleg, szóval nyilván nem tudok kombózni menet közben, mert... Illetve a végén talán megnézhetünk egy másfajta kombót, de szerintem az annyira alapszintű kezelése a Skellige paklinak, hogy 23 szinten már nem állná meg a helyét. A szörnyes pakli ellen játszani nehéz egyébként. Kelleni fog a tisztítás, jó. Ez az ember király, erre építjük az mindenséget. Ezek is jók, ezek nagyon fel tudják majd erősíteni ezt az emberünket. A Raider, az király, az egy dobható lap, viszont nincs... És itt van az a lap, amivel dobni fogom a Raidert. Viszont az a problémám, hogy nincs másik dobható lapom, és nem akarok semmit sem kidobni a kezemből, úgyhogy bajban vagyok. Regis túl erős ahhoz. Áh, francba, pedig nem volt olyan nagyon rossz leosztás. Nem tudom miért adta fel, lehet, hogy rossz lapok voltak a kezében, vagy nem tudom ki írt, hogy connection rossz, nem figyeltem, de hát ez ingyen 15 orr volt nekünk, ami jó dolog. Annyira nem volt rossz leosztás egyébként, egy-két dologban volt kétséges, de nagyon jó lapok jöttek le. Olyan lapok, amiket tényleg tudtam volna kombózni. Ha most kapok valami rossz leosztást, akkor nem fog örülni. De örülök, hogy egy könnyű ellenfelem van legalább. Na, nézzük. A két élesztés megvan, a Queensguard banda megvan, a főemberünk megvan, Zoltán is megvan és Gerát, nem ők a legjobb aranylapok a paklimban, de azért nem mondom, hogy sajnálom. Na jó, van, én azt mondom, hogy mivel ez immunis a gyerek a ködre, és ő is, és Gerát is, ezért ez jó kombót fog alkotni arra, hogy eljátszom a ködöt és a fagyot az első lépésben. Nézzük csak... Én igazából így azt mondanám, hogy rendben van ez az összeállítás. Én ezt el tudnám fogadni így. Igen, igen. Jó, játszunk így szerintem. Jó, most megkockáztatok egy Queensguard cserét, hát ha kapok valami jót. Jó, oké, oké. Ezt így tarthatjuk. Jó van, akkor elfogadjuk. Nincs mit cserélnem jelenleg, de húzhatok olyan lapokat, amiket tudok majd cserélni. Illetve ne feledjük el, hogyha ezt a gyereket kijátszom, akkor a húzott lapokat is cserélhetem akár. Szóval nem kötelező megtartanom azokat, amiket felhúztam bele. Na jó van, akkor azt mondom, hogy jelezzük az embernek egy Geráta, hogy én ezt meg akarom nyerni. Persze Geráltot lehozni amúgy sem egy olyan nagy jelzés, mert egy olyan lapot lehozni első körben, aki pusztán csak erős, az igazából csak annyit jelent, hogy a kombós lapjaidat, amivel tényleg nagyon erős lesz, azokat későbbre tartogatod.
Hiába sebzek az ellenfélen, csak egyet, ezt tudom lehozni, mert ha ezt lehozom, és kiátszó lapok kerülnek a kezembe, akkor ez már is sebezni fogja őket. Viszont őt nem hoznám le, mert fölösleges, hiszen nincs kit erősítenem vele. Ja, de azért a skirmish-et lehozhatnám végül is. Jó van, nézzük meg így. Az van, hogy most nincsenek erősítő lapok, szóval a skirmish-ről nem tudom erősíteni, úgyhogy a base strength-ét növelem, csak az újjáélesztések hatnak rá. De így is nagyon erős lesz. Jó, akkor most a következő körben kiátszom. Igen, igen, jó, még egy bronz lapot, vagy ezüst lapot kell kiátszani ahhoz, hogy kiátszhassam Holger Blackhandet. És akkor király lesz, mert akkor három lapját tudom sebezni, és nem a sajátomat kell sebeznem. Mert három bronz lapot mindig sebez, mindenképp sebez, ha lejön. Egyébként a Queen's Guard-ot is lehozhatom, mert egyedül nem ér semmit. Viszont dobható lapnak is jó lesz, hogyha megtartjuk egyelőre. Jó, akkor jöjjön a barátunk, azt mondom, vagy várjunk csak. Hát hozzam le a Queen's Guard-ot inkább most. Nem, nem, de eljön a barátunk, mert ha jót húzok, akkor a Queen's Guard-ot simán feláldozhatom. A két Queen's Guard... újabb dobható lehetőséget ad. Kettőt el kell dobnom. Őt nem dobom el, mert... Ó, két Queen's Guard-ot fogok eldobni. Hát, ha mákon van és feljön egy harmadik, akkor mindkettő vissza fog kerülni az asztalra. Jó van, akkor most jöjjön Blackhand bácsi. És adjunk nekik. Elég erős kombó van most a kezemben, nagyon nagy előnyöm van. Oké, fel is adta. Ja. Lehet, hogy túltoltam egy kicsit, lehet, hogy passzolom kellett volna, fele tudja. Ja. Erre nem árt odafigyelni. De hát nyilván is passzolok. Nem szabad nagyon elszállnunk ugye pontban, mert igazából csak fölöslegesen dobáljuk ki a lapjainkat. Hát a Clear Sky az egy iszonyat rossz lap. Jelen esetben. Erre az emberre végre kell hajtanom egy élesztést, hogy erős legyen a következő ezutáni körre, viszont a Queen's Guard-okat is vissza kéne hoznom valahogy. Megint kockáztatom kell, hát ha lesz még élesztésem a játék folyamán. Akkor belekezdünk. Ez egy erős indítás, szóval ezeket a kombinációkat meg kell ütnie ilyen esetben. Pontban, ugye le kell győznie mindenképp, úgyhogy most tényleg csak az a kulcs, hogy elérjem azt, hogy sok lapját játsszak ki. Ezúttal. Tizenegy lap van a pakliban, amiből tudjuk, hogy kettő ilyen. Vagyis jó esélyem van, hogyha ezt kijátszom, akkor lesz benne Raider. Jó van, szerintem próbáljuk meg. Jó, feladjuk ezt a Chris Kite, mert azért annál mégis jobb. Jó, erősítjük az emberüket, mert az erősítés mindenképp rajta fog maradni. Úgyhogy ez egy olyan lépés, amit a következő körben tudunk majd... aminek az erejét a következő körben kamatoztatjuk. Ah, ez nem jó, ez azért nem jó, mert ugye gyengültem, és nekem pont arra lenne szükségem, hogy pontban nagyon elé kerüljek, hogy rákényszerítsem a lapjai kijátszására. A fai képességemet azért nem használnám el. Mert szerintem nem szereznék vele annyi akkora előnyt. De nem is tudom, mit dobhatnék el, mert minden kell. Innentől kezdve. Zoltánt kijátszom szerintem most inkább, és megerősítem az ostromsoromat. Biztos, hogy erősítéssel, mert ha gyengíteném, akkor masszikká változnának, és hat életük lenne, ami sokkal rosszabb nekem. Ó, megcsinálja ő maga? Igen. Hát ugye a négyesekből hatosokat csinált. Egyébként semmire nem ment vele, ha belegondolunk, mert ha kettőt sebez belőlem, akkor ugyanúgy két pontra tesz szert előnyileg, és így is csak ezt csinálta, csak ő... Jó, hát hogyha trombidát fúj magára, akkor jó. Na jó van.
Még mindig itt van a kezemben a környezeti lap, ami egy nagyon erős kombó lehet. Erősítenem kéne az ostrom sort még jobban. Egy élesztést megtartok a végső körre, azt tuti. Nem használtam el a fajulapomat, úgy látszik. Jobban használjuk el, hát ha nincs nála Clear Sky, meg semmi. Ha nincs nála, akkor ez egy nagyon jó dolog nekem. Nézzük. A macik immunisak a fagyra! Haha, én ezt miért nem tudtam, miért nem figyeltem, úristen! Jól megszivattam magamat. Nem tudtam, hogy a macik immunisak a fagyra. De nyilván ismerni kell az ellenfél apjait, meg is nézhettem volna korábban, de egy szembe nem jutott volna. És most én jövök. És nincs meg az előnyöm. Úristen. Hát a trombitát még elhasználhatnám. De az a helyzet, hogy ebben az esetben egy trombitával szereznék 11 pontot, viszont ő megbukna, hát annyira nem sokat. Viszont visszaállítanám az emberemnek az alapértékét, ami elég nagy. Jó, akkor becseréljük a kürtöt. Jó, az lesz jó. Becseréljük a kürtöt és ezt az embert, és kérünk egy dimeritium bombát, amit a következő körben használunk. Hát! Persze, hogyha megöli az embereimet ott az első sorban, könnyen meg lehet, mert egy HP-juk van, akkor francra sem megyek ezzel a bombával igazából. Úgyhogy ez megint egy jó nagy rizikó. Lássuk. We serve her who is virgin, mother and crone. Jó, ez nem fog megtörténni, király. Igen. Ó, de most az ő macija is lejött egyes szinten, erősíteni fogom a macit. Jó, hát szerintem ez még mindig érdemes arra, hogy kijátsszuk. Úgyhogy nézzük. Most 25-20 az állás, ő van előnyben. Viszont nagyon remélem, hogy akkor ezután én kerülök előnybe. Tessék, 29-35, nagyon király. Jó. Akkor én most már mindenképp passzulok, mert a visszaélesztést arra kell használnom, hogy visszahozzam az emberemet. Nagyon jó, hogy elhasználtam most a kürtöt. Ez egy erős kombó lett volna neki a harmadik körre. Bármilyen van, hogyha egy kürtöt rányom, ugye az... Ja. Bár egy lappal nem nyeri meg. De hát igen, kicsaltuk az erős lapját. Nem tudom, mi lehet nála. Az biztos, hogy két darab ötös szintű lényt még le tud hozni a játékba. És van még két lapja, úgyhogy az nem lesz elég, ami nálam van így alapból. Igen, igen, ez így nagyon necces. Ó, a macit hozd le. A macit kellett volna lehozni, azt hiszem. Mert a maci az kap azután, hogyha a sebzett lények jelennek meg az asztalon. Nem hozom le, a gyengét hozom le először. Hát, ha van egy scorch nála, vagy valami. Elég nagy alap előnye, szerintem ezt most már mindenképp megnyerte. Még 10, két darab ötös erősségű nejt le tud hozni, az 30 pont. Nekem nem lesz ebből 30 pontom, hogy ezt lehozom. Ebből 10 lenne csak. Ez így kevés. Ez így tök kevés, ezt fel is adhatnám most, de, mint mondtam, én szívesen megnézem, hogy ő mivel készült. A lap hátrány nyírt ki egyébként teljesen. Ez a hátrány annak, hogyha az első kört nyerem. Igen, igen, szóval ja, azért jól összerakta a végét. Ez a hátrány annak, hogy az első kört nyerem. Hogy hátrányba kerülök lapügyileg. És a második körben már egyszerűen kevesebb lapból kell több pontot csinálnom, mint ő. Mert különben több lapja marad az utolsó körre, és neki megmaradt a fai képessége is, ami plusz egy lapnak számít. De hát ebben a taktikában, hogy vissza tudok hozni egy lényt a végére, több lényt a végére, én csak ezt látom észszerűnek, és végül is kétszer működött. Jó, van külön egy jó játék volt ott. És azt sem mondhatom, hogy rosszul jöttek ki a lapok igazából, egyszerűen ez a fai képesség, ez betett nekem. Sőt, most kipróbáljuk azt, hogy milyen az, amikor lecserem ezt a fai képességet szerintem másra.
Mert néha nagyon jól jön, de néha meg teljesen haszontalan az a baj. Ez a problémám vele. Mert tényleg lap hátrányból játszom eleve. Az a taktikám, hogy lap hátrányban vagyok. Most ezzel a képességgel csak további lap hátrányba kerülök. Próbáljuk meg így, hát ha lesz értelme. A fagyasztás meg király dolog volt, de igazából használtuk mi ezt értelmesen, még egyszer se. Úgyhogy lehet, hogy a fagyasztást ki kéne vennem. Fel tudja, mit tegyek be helyére. Hát igazából úgy vagyok vele, hogy meg érdemes lenne megtartani szerintem azért. Hát, egyszer nagyot arathatok vele. Ja. Nyilván, hogyha ilyen a paklink, amiben ilyen lapok vannak, vagy azt se tudjuk miért, meg ezért, akkor az még nem egy kész pakli, és ez egyértelműen nem egy kész pakli. Hát... Egyébként még rájöttem arra is, hogy... Hogy a... Egy paklira érdemes rágyúrni az elején. Igen, ezt akartam mondani. Szóval nem csináljuk meg azt, amit én most, hogy mindenkit elkezdtem kipróbálgatni, és mindegyikből egy kicsit költögettem rá. Mert vettem ugye a szörnyes pakliózis embereket, ez a Skellige-hez is vettem embereket, és ez most így nem jó, szóval lehetne egy sokkal erősebb Skellige paklim, nyilván, és akkor el kéne döntenem, hogy most csak ezzel játszom. De egyébként nem tudom, gondolkodom, hogy veszek ládákat, mert tényleg tökre tetszik a játék, úgyhogy lehet, hogy ezzel pótolom a dolgot. De igazából az is benne van, hogy az, hogy játszom, az motivál arra, hogy ládákat szerezzek, hogyha pénzből megoldom, akkor nem lesz motivációm annyira a játékra, úgyhogy ez egy ellenérv a vásárlás mellett. Ellen. Na. Nagyon akkor azt mondjuk, hogy Erimon jó, az eldobható lap királyság, ez így nagyon jó, hogy ez így lejött. A Queensguard annyira nem király. Cserélem a Skill Scryt. A két élesztés király dolog. Itt a Queensguard az, ami kilóg a sorból, de ne feledjük el, hogy azt is eldobhatom akár, ha akarom. Viszont még kettőt cseréltek mindenképpen, és szükségem van, jó, szükségem van arra az emberre, akit a végén visszadok. Ú, Regis az erős. Jó, akkor viszont a kovácsot fogjuk cserélni, azt hiszem. Illetve a Scorchot lehet. Ja, mert hogyha az én emberem a legerősebb a pakliban, nem hiszem el, a rohadt fagyasztás, nincs meg az ember. Nem jött össze. És nincs eldobható lapom se, csak egy. Jó van. Kezdjünk Geráltal. Továbbra is az áll, hogy meg akarom nyerni az első kört. Nagyon rá kell bíznom magam a szerencsémre. Hogyha kijövök Erimonnal, akkor egy lapot el tudok dobni, ez az eldobható lap. Más eldobható lapom viszont nincsen. Viszont remélem, hogy húzok a következő két lapból, Erimonnak hála, egy olyan lapot, ami eldobható. Az egy istentelen nagy áldás lenne, hogyha az egyik az egy raider lenne, a másik pedig a főemberünk, akit erősítetek, a Skirmisher, azt hiszem, hogy ja, úgy hívják, azt hiszem. Na nézzük akkor, mit húzok? Ez nem az, ez viszont az, félig összejött, király. És végül is a Dimiritium bomba is jó dolog. A Northern Rims pakli ellen, jó, akkor te vagy a tuti emberem, akit eldobok, a másik viszont ki lesz? A fogyasztást meg akarom tartani, mert nagyon jó lap. És ezt is, mert ez kombóban áll a fogyasztással. A Kovács lesz az, akit eldobunk szerintem. Sajnos a Kovácstól búcsúzni fogunk. Ja. Akármennyire is jól jön nekem néha. Most túl erős ez a kombó. Ja. Ja. Szia Kovács! Remélem, hogy sok kis lapja lesz, akiket legyengíthetek majd a fogyasztással meg ezekkel. Aztán rádobom a kettőt sebző dolgot, az összes lényét lepusztítom a pályáról, és aztán jött egy Dimiritium bomba, hogyha nagyon muszáj, és az összes lényemet fejlesztem, de igazából arra már nem lesz szükség egy ilyen akció után. Persze, hogyha van Clearskynál, akkor igen, akkor az úgy más. Ja, akkor jön a Skirmisher, igazából meg is halhat, ha akar, nem számít, mert az élesztés a fontos. A következő körre játszik, nagyon jó, nagyon király. Jól van. Akkor a következő körre meghagyjuk a fagyasztást és a... ezeket. Ezekre akkor lesz szükség.
28 pontom van, 13 pontja van, előnyben vagyok ellene. Egyelőre, de nem hiszem, hogy feladná. Jó van. Szerintem hozzunk egy Regist, az mindig jó. Vagy... ja, hozzuk egy Regist, az egy fix jó, fixen jó lap. Valószínűleg nem úszom meg, hogy ne hozzam le Regist. És ebben az esetben tényleg csak az... Aha, az fogja másolni, igen, ezt szeretik így használni. Csak mindig az a baj, hogy így kibillenti egymásba a két lap egyensúlyát, és szkorcsal nem lehet őket megsemmisíteni. De és ne felejtjük el, hogy most itt vannak az emberteremtő lapunk, úgyhogy igazából 10 pont az jár nekem. Ja, ezt le is játszom. Nagy előnyöm van. Szerintem feladja. Nagyon remélem, hogy feladja. Ezzel erősíteni fogja magát szépen. Szerintem még addig vár, míg egyet-kettőt legalább nem erősít azokon a lényeken. Nagyon szeretne arra építeni, hogy a következő körben erős lesz. Valószínűleg van nála még potion is, úgyhogy tovább kell játszanunk a játékot. Ezt kéne kihozom, ezt a lapot azon gondolkodtam, csak azon, hogyha ezt kihozom, akkor hiába erősítem meg az egyik soromat. A dimeritium bomba elhasználása után nem lenne értelme. Vagy a fagyás után. De igazából ezeket nem tervezem kirakni, úgyhogy játsszuk ki. Remélem, hogy ez elég pont lesz nekem most már ahhoz, hogy passzolhassak. Igen, most erősített ezen a lényén, és valószínűleg ez a lap ez olyan minden körben random sorba megy be, és erősít kettőt a sor elején. Nagyon-nagyon jó dolog. Miért nem adja fel? Kénytelen leszek lefagyasztani az állást? Az a baj, hogyha van nálam mondjuk sutyiban egy trombita, vagy valami, akkor megnyerheti az első kört. De azt se felejtsük, hogy megmarad a lapom, megmarad a sok lapom a következő körre. Viszont ha van egy darab kriszkája, akkor végleg megszivat. Jóval lássuk, kockáztatunk. El kell használni a lapjait ahhoz, hogy megverjen. Szerintem átpasszolni fog, mert most nagyon jól összejött neki a kombó. Két erős lényem maradt a következő körre. Bár lehet, hogy ez csábítja majd arra, hogy rátrombitáljon ezekre az erős lényekre, és úgyis megmaradnak neki, úgyhogy tök mindegy. És nyert egy kört fölösleges ingyen gyakorlatilag. Ha van nála, ha van nála Commander's Horn. Lehet, hogy nincs. Mindig számításba kell venni azt, hogy mi lehet az ellenfélnél, ugye ezekkel kalkulálni kell nagyon. Meg nagyon jó, hogyha ismerik az lehetséges taktikáját. Nagyon gondolkodik azon, hogy feladja-e vagy se, szerintem. Lehet, hogy tényleg van nála ilyen horn. Mert tudja, hogy laphátrányba kerülne, hogyha most elkezdeni lapokat kijátszani, akár egyet is ahhoz, hogy megnyerje ezt a menetet. 7 másodpercet maradt ember. Cseles, jó. De még játszania kell, de valószínűleg nem fog. Szóval valószínűleg átadja ezt a kört nekem, hogyha már ez volt a lépése, hogy egy embert megtartott a következő körre. Három ember maradt a következő körre, de két farkast játszott ki ebben a körben. Nem rossz, hogy a kezébe került végül is. És ugye azzal, hogy lemásolt egy megfarkasolt, adrenalin rásos lapot, én mindig kép alapján mondom, szóval nem vagyok ilyen következetes, hogy a nevét mondjam. Szóval egy ilyen adrenalin rás lapot... Meg akarja nyerni? Nagyon nagy lesz az előnyöm. Jó
jó erősek lettek alapjai, az tény. Jó, de akkor most el is passzolhatja. Jó, van egy nagyon nagy előnyem viszont. És van egy kombináció, amit kihasználhatok arra, hogy meg semmisítsem az összes erős lényét. Hogyha nincs egy kriszkája, akkor valószínűleg akkora ütés mérek rá a következő körben, hogy megnyerem az egész játékot. Úgyhogy itt tényleg csak attól függ, hogy van-e környezeti hatás elleni lapja, vagy se. Hát a Queen's Guard-ok, nem tudom mennyire örüljek. Oké. Mindenképp a végén kell eljátszanom a környezeti hatást, minél később, hogy ne tudja reagálni. Tell me you just. Oké. Akkor szerintem... hát Queen's Guard nincs a paklimban. Egyszerűen fogom és lehozom, mert időhúzás. Real good. Jó, ezek a dumák, imádom őket, amikor így lerakom és így nyom valamit. Négy lap. Még négy kört kell kibírnom, ebből egy lap az élesztésre használom mindenképpen. Egy élesztést megtartok a következőre. Használjak-e dimeritium bombát, vagy se, az a kérdés egyébként. Mert igazából ennek alapnak nem veszem semmi hasznát. Ja, elhasználom, kell az időhúzáshoz, és legalább gyengítek rajta. Jó, hát most minden lényét lerezeteltem, de... ez így nem nagy előny, mert rengeteg lénye van lent. Úgyhogy ezt még mindig nagyon nehéz lenne megoldani, hogy nyerő helyzet legyen. Viszont a fagyasztással és a többivel megoldható lesz. Csak jobb, ki kell húznom addig. Ha nem változt... nincsenek aranylapjai, nincsen olyan lapja, amivel aranylapot csinált volna a lapjaiból, egyszerűen a végletekig felerősítette az embereit. És... de mindegyik sebezhető. És sebezni is fogjuk őket. We serve her who is virgin, mother and crone. Azért őt hozom le, mert erősödik, ha lehozom. Hiába lesz egyes erősségű. A taktikám szerint elpusztítom az összes emberét majd. Ezért jó egyébként a lapelőny. Nagyon fontos, hogy lapelőnyben legyünk valahogy bármilyen módon. Három farkas volt a pakliában, erre épített mindent, hogy átviszi az erős embereket a következő körbe és az utáni körbe, de nem fogja túlélni ezt a kört az embere. Na. Most még mindig lehet, hogy egy kriszkály van a kezében. Lehet, hogy annyira paranoiás, hogy a végére tartogatta. Ezért csak simán lehozom a radart. És most lejátsza a lapját, bármi van nála. Én lehozom a fagyasztást és a környezeti ködöt. Iszonyat nagy érvágás lesz ez most neki, ez hatalmas lesz. És annyi embere van, hogy még ezzel sem szereztem előnyt. Viszont most. Így egyszerre mindenki. Hát ilyet nagyon ritkán lát az ember, ez annyira jó volt, úristen. Most nagyon nem örülhet nekem. Pedig igen, jó, oké. Okay. Jaj, király volt. Jó van. Ez összejött, ez most nagyon összejött, ez kell egy ilyen ellenfél. Na, de tök jó volt. Szóval igen, szóval hogyha van az a Northern Realms-es, aki megcsinálja, hogy nagyon-nagyon felerősíti az embereit, aztán egyszer csak azt látod, hogy arannyá változtatta őket. Na, annál például tökre nem lehetne egy ilyet eljátszani. Ez tök király volt így, na. De akkor úgy néz ki, hogy ennyi fért bele, mint játék a mai napba, viszont vannak ládáink a jobb felsősorokban, én úgy látom, úgyhogy nyissuk ki őket. Open keg, shop, veszünk egyet, ugye, mert van pontom rá.
Remélem, hogy valami kalóz jön, vagy valami, amivel használhatom jól a Skellige Pocket. Igazából nem számít, mert most ezután már tényleg az jön, hogy kiválasztom, hogy ki lesz a kedvencem. Egyébként a Scoia'tael felé hajlok egy kicsit, de majd el, meglátjuk. Jó, akkor visz, open keg, persze. Na nézzük, valami aranylapot, legyen már arany, vagy valami, tök jó lenne. Scoia'tael. Ez nagyon erős, ez annyira erős, ezt múltkor bevetették ellenem. Hogyha megjelenik egy aranylap, egy nem aranylap a sorban, akkor mindegyik nem aranylapról elveszőt erőt. Iszonyat durva. Azért necces, mert akkor érdemes kijátszani, amikor sok ember van abban a sorban. Viszont, hogyha már sok ember van abban a sorban, akkor nem biztos, hogy mellé tesz még egyet az ellenfél. Megint a Scoia'tael. Két erőt levesz egy nem arany egységről a sorban. Mindig akkor, amikor egy speciális kártya kijött játszva. De várj csak, ez ambuslap, mert nekem ez akkor tűnne logikusnak, szóval két erőt levesz minden nem arany lapról a sorban. Az ő sorában, ahova ő került. De nem ambuslap, vagy lehet, hogy ambuslap, lehet, hogy ambush. Hát nem tudom, hogy jelzi azt. Lehet, hogy ez a tűz jelzi azt? Ja, lehet, hogy igen. Valószínűleg igen, mert nézem, az jelzések ugyanazok rajtuk, úgyhogy igen. De mondjuk itt írja, hogy ez ambush, ennél pedig nem írja. Viszont a saját emberémet gyengíteném. Hát az érdekes nekem. Hát ezt ismerjük, nem túl erős, nem túl értékes számomra. Hát ez is olyan, hogy... Mi ez, hogy egy ilyen kis mitugrászt leteremt? Na, ezeket viszont nem láttam nagyon még. Ó, ne viccelj! El kell dobnom egy nem aranyegységet, viszont ez magába szívja annak az erejét, szóval nem számít problémának azt, hogy eldobtam azt a lapot, és emellett húzhatok egy lapot a pakliból. Nagyon király lap. Tökre jó. Nézzük ezt. Ja, de várj csak, ez már egyszer megvan, hoppá. Akkor nem lesz el szükségem. Sőt, valószínűleg, amikor felhúztam, akkor talán ki is fejtettem, hogy mennyire tetszik. Na nézzük csak. Nem tudom mi az a Ban Art Adept. Vagy ha tudnám, akkor tudnám értékelni a lapot. Aha, szóval a kezemből eldobok egy kártyát vissza a pakliba. És lemásolok egy lapot az ellenfél kártyái közül, ugyanabban a minőségben, véletlenszerűen választva az ellenfél lapjai közül, de ugyanabban a minőségben, mint amit... ez lebonyolult. A végén nem értem ezt a mindkét játékos kártyáit. Vakker. Ez amikor az ember minden szavát tudja, csak nem rakja, nem tudom összerakni. Jaj. Igen, szóval a kezemből eldobok egy kártyát a paklimba, oké. Kreál egy másolatot egy kártyáról ugyanabban a minőségben, randomra választva mindkét játékos kártyái közül. Minden helyről. Ja, értem, persze, szóval... Oké, szóval ez csak annyi, hogy mindkét játékosnak a lapjai beleszámítanak abba, ahonnan véletlenszerűen választ egy kártyát.
De ugyanúgy egyet kapok a kezembe, és az csak egy másolat lesz, szóval nem lopom el a kártyát, mert magamtól sem lopom el a kártyát. Nagyon király egyébként, nagyon durva. Ha egy aranylappal csinálom ezt meg, akkor egy nagyon erős aranylapomat megduplázhatom, úgyhogy az egyikben marad a pakliban, a másikban rögtön a kezembe kerül. Vagy ha megszívom, akkor az ellenfélnek egyik gagyi aranylapját megkapom, amit én nem tudok semmivel kombózni. És nálam még ugyanúgy megmarad. De ennek ellenére én lehet, hogy ezt választom. Mert azzal kezdődik a dolog, hogy egy kártyámat dobjak a pakliba el. És ez az eldobós Skojatel pakliba végül is. Nem Skojatel, hanem Skellig a pakliba. Jó. Úgyhogy nekem ez tetszik. Jelen még nincs. Jó, van, ez egy lassú bontás volt, de megszültük. És jött a következő. Oké, két semleges nap, ezek környezeti hatások lesznek. A hajóból még nincs három, de nem is kellett volna, hogy három legyen. Ez nem tűnik jónak. Ebből meg már van. Jó, ez eddig gagyi. Oké. Itt a kapitány! Oké, ez az. Három erőt kap. Bármikor, mikor eldobsz egy lapot. Úristen, de kiáll a Skellige paklimba. Egyébként ez is nagyon jó a pajzsos törpe. Nagyon imádom azokat a lapokat, amik magukat tovább ott tartják a pályán, de ebből már van, ebből is van, úgyhogy ez nagyon kell. De örülök, hogy nem vettem meg. Pont azért nem szeretek lapokat venni, mert bármikor felhúzhatom őket. Például kiúztam múltkor az aranylapot, amit 200-re megvettem. Egy kicsit később kiúztam. Rohadt jó volt. Na jó van, akkor gyűjtögetjük szépen a kraftoló pontjainkat, úgyhogy nem sokára választhatom annak egy aranylapot. De akkor ennyi lett volna mára a gwentezés, a kártyabontás, és akkor találkozunk legközelebb, amikor is még egyelőre nem tudom, milyen paklival fog jelentkezni, de az biztos, hogy már egy kicsit jobban rágyúrok arra, és megpróbálok valami taktika szerint haladni, hát ahogy eddig mindig, csak akkor az már egy kész taktika lesz valószínűleg egy olyan, amit szeretnék minél jobban és jobban erősíteni. Na, köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!